Egyre másra bukkannak macska tetemekre ebben a családi háza szolnoki övezetben a lakók. Ismeretlen állatkínzó mérgezheti a környék macskáit. Az esetről már több hír, illetve közösségi médiás poszt is megjelent. Rendkívül fölháborít a dolog. Ugye arról nem beszélve, itt ahogy a cikket olvastam, hogy halomra öli a kóbormacskákat, illetve a gazdás állatokat. Én véleményem szerint a kóbor cicák, azokat csak akkor lehet megfogni, hogyha betegek vagy gyengék. Egyébként nem tudja megfogni. Tehát itt sok gazdás állatról van szó. És a gazdás állatokat ugye könnyű megfogni, mert hozzászoknak az emberhez, mivel ugye gazdája van. Az én elképzelésem az ezzel kapcsolatban, hogy ezeket az állatokat azért hordja egy helyre, hogy elrettentse az utca lakóit, illetve megmutassa nekik, hogy ő erre képes. Tehát ijeszgetés. És az, hogy megöli őket, én inkább arra gyanakszom, hogy ezeket a macskákat kutyákhoz viszik el, és a kutyákat trenírozzák, vadítják ezekkel a szerencsétlen állatokkal. A szolnoki gyepmesteri feladatokat is ellátó cég munkatársai gyűjtik be a zsákokba rakott macska tetemeket. Nem tisztünk megvizsgálni azt, hogy valóban mérgezés történt-e. Ez az állategészségügy feladata abban az esetben, hogyha nagy mennyiségű tetemet kell összegyűjtenünk. Egyébként pedig összegyűjtés után természetesen megfelelő módon kezeljük a tetemeket. Miközben folyik a rendőrségi nyomozás, az Állatvédelmi Alapítvány önkéntesei is informálódnak a környéken, hogy ki lehet a most még ismeretlen állatkínzó.